Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, őszintévés, tiszta vágyére. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Hála egy dicsőség, tisztesség és magasztalás. Teléket, mely Jézus után feltérőtük szerint. Amíg a legtöbb báránya és a Szentlélekkel egy az ember. Mert csak téged egyedül illetve minden dicsőség, milyen pedig csak az oltán kirúlása lehet. Mert elmondhatom, én is Pál apostol elítjük, hogy nincs az én testemre semmi jó. Akarom a jót cselekedni, és mégis rosszat teszem. Köszönjük teléket, hogy ennek ellenére mégis irgalmatlan. Magasztalak téged, Uram, hogy te is látod az emberi gonoszságot, mennyire elhatalmasodott már ezen a bőrön, úgyhogy ezt mai idejében törték. De még nem tervezte halogodnak a bóra, mert van minélkünk egy közben járunk. Jézus Krisztus, aki állandóan esedezik életünk bűnösökért, hogy még hosszabbítsd a kegyelmi időket, még mindig várakozik arra, hogy az ige hirdetések nyomán emberek újuljanak meg, érjenek meg a bűnös útjaitól. Adják el a bálványok a fülön, és kérjenek te hozzá. Köszönöm te nékem, nem érezhetem, hogy újra készülhetünk a kegyelem asztalához. Uram, csak te ismersz bennünket egyedül, mert még én is ismerem magamat teljesen, hiszen sokszor olyan dolgok történnek, amelyekről nem gondoltam volna, hogy vele is megtörténnek. Köszönöm ennyi érősöten, hogy estét engedtél élni. Köszönöm a mai nap minden áldását. Köszönöm teléket, hogy velünk voltál utazásunkban, munkánk végzésében, adtál jó előmenetem. Hálát adok azért is, hogy elkerültek bennünket, hogy elvégezni katasztrófa. De könnyűjük azokért, Uram, akiknek most is mindenét tönkretette az áradat, vagy a körzenvés, hogy segít már csapások, Uram, amelyek érték ezt a földet. Uram, könnyűjük meg rajtunk, Istenem, és hogy ezért legyen emberünk, hogy segítsenek, Uram, azoknak, akik ezt tárgyalik. Könyvette hozzá, hogy mindjárt a embereket tekszélünk. Főképpen azokért, akik nem lehet nekik körülünk, saját hivájukon kívül. Uram, gyöngítse őket, erősítse a hitüket főképpen, hogy tudjanak én te benned, hogy a hitük el ne veszten, ne tűntse őket a dicsőségünk. Könyvette hozzá a távol élő lelki pásztorunkért, jár meg őt és családját előttünk. Hogy tisztán tudja hirdetni tovább és az evangéliumot, és az ő beszélje alapján is emberek kérjenek és hogy mondják meg. Könyörjük azokért is, akik megkerülhettek és eltávolodtak. Hozd vissza őket, Uram, hiszen te neked minden eszközük van, megvan arra, hogy ha megkerülnél-e szíveket, megtörje, Uram, mert a külkeni értük. Uram, áll meg a te igény, de arra szólja a tulaját is. Te így közöttünk most is érzed, megígérted, Uram, nem hagyd bennünket magunkra. Könyörjük, áld meg a mi együtt Isten tiszteltünket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Hallgassátok, kedves testvéreim, azt a szent igét, amelynek alapján Isten szentelkét segítségével bizonyosága szeretnéken előttetek hívva található Ézsaiás könyvének az 58. részében, 58. rész, 3. versétől, 3. versétől a 7. versétől, valamint a 13. versétől a 15. versétől a következőt. Miért bőtőjünk, mondják? Ha te nem látod meg, miért gyötörjük lelkünket, ha nem akarsz tudni róla? Te hiszen
ti a végnapokon is megtaláljátok ketteléseiteket, mert gyógyoseiteket hajszoljátok, hiszen örölve is ezeket a bőtőket, sőt, bőrösen ököllelvelekedve. Nem úgy bőtőtök, ahogy a mai levé. Nem úgy, ahogy meghalljom a hangotokat a magasságban, mert ilyen az a bőt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsárba ötödik és hamucolva hala. Ezt nevezett őknek, az Úr kedves apjának. Nekem az a bőt tetszik, amikor leadod a bűnösök, a főnök a kéjéseket, kibontja be járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összekösz minden járót. Hozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be a házadba a szegény bűnösökat, a mennyisztelen zársz mással, és ne zárkózz el testvéred előtt. Ha nem jársz kettelései után, a nyugalom napján, az én szent napomon, a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Ó szent napját dicsőségesnek. Azzal dicsőíted, hogy abba hagyja a munkádat, nem keresed kettelőseidet, és nem tárgya a szüleidről. Akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a Föld magaslatait fogok kordozni, és táplálok ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Kedves testvérek, a protestánsoknál nem tartunk nagy jelentőséget a bőtnek. Azonban mégis tartunk bőtöt, legalábbis megköszönjük mérlegesen. Mert ahogy látjuk, ugye legköszönjük a bőt, az már inkább a világi formulában ment át, mert itt a testépítések, hogy annak azt tekintik a bőtöt, hogy megtartóztatják magukat különböző ételektől, és akkor azt hiszik, hogy ezzel most van drasztikusan szólva, ki van fizetve az Isten. Pedig a Biblia megteli bennünket mindenki. Minden megvan. Az Ószövetségtől kezdve az Ószövetségig. Az Ószövetségben is azt olvasjuk itt Jézus, azt írja a Máté evangéliumában, a bőtölésről. Amikor pedig bőtöltök, ne nézzetek komolyan, mint a képmutatók, akik eltorzítják ajkokat, lássák az emberek a bőtölésüket. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te bőtölsz, tedd meg a fejedet és mondd meg az arcodat, hogy bőtölések ne az emberek lássák, hanem az Atyád, aki rejtve van, és az Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Igen, kedves testvérek, mert tudjuk nagyon jó, hogy nem csak fizikai, hanem én inkább lelki haszna van a bőtölésnek. Miért mondom azt, hogy inkább lelki haszna van? Mert a fizikai haszna esetleg a bonyolult vala, hogy esetleg nem gyarapítjuk a mi testsúlyunkat, hanem megpróbálunk mértéket tartani. Mert a mértékletesség egy bibliai elv, azt tudjuk előre, mindenben mértékletességet kell tanúsítani. Igen ám, de akkor, amikor bőgyölünk, akkor ne úgy cselekedjünk, mint a farizeus és a vámszedő a templomban. És hálát jövök te néked, Atyám, hogy nem vagyok olyan, mint sok ember, tizedet akarok, bőgyölök, hetente, kétszer, stb. Mondja, ugye, vicsekszik vele, hogy ő még azt is megteszünk. Azt mondja, hogy titkol legyen. De az ember
ugyanezt mondja az Úr Jézus, az adakozásról is. Ne tudja, hogy a jobb kezet, hogy mit cselekszik a bal kezet. Pedig az is a bőrnek egyik formája az adakozás. A segítség, a segítség. Ha megláttuk azt, hogy kinek van, ki van rászorulva arra, hogy segítünk neki, bár akár melyik dologban. Mert tulajdonképpen krisztusi természet kell, hogy legyen. Mert akiben nem nincs meg a krisztusi természet, az akkor elmegyen mellette. Úgy, mint a főpa, és a lépítés elmegy a írgalma samaritánus mellett. Sokszor még vallási dologra is hivatkoztam, hogy ne tegyél tisztátalanná magukat, igaz? Pedig ugye Istennek az a bőjtetszik, amelyik azt olvastak is, hogy szabadon bocsátja a konyukat is, és járadóságot megfizeti. Aki nem akar meggazdagodni mások a kárán. Tudjuk nagyon jól, hogy Isten elől nem lehet elrejteni se a jó, se a rossz cselekedeteinket, de még a gondolatainkat sem. Még ha úgy is volna, hogy esetleg akarnám segíteni, de hát nem segít rajta másik. Hiszen most nem engedhetem a magamnak. Különösképpen korunkban nem hiszem, hogy van olyan szegény ember, és már nagyon kevesen vannak, akik szegényebbek volnának a bibliai közvegyasszonynál, hogy még két szívéjük sincsen. De tudhatjuk, hogy Jézus észrevette, látta, és megint dicsérte, hát nem a saját szemben, a tömegek előtt, alakozni is csak hittel lehet, hogy Istennek tetszett, mert lehet alakozni, hogy is a látvány lehet. Azonban Isten azt mondja, hogy elvették gyugalmokat. Hányszor van úgy, hogy helyettesítek valahol, és mielőtt felmennék az országjára, gondolok, hogy valaki más kezemben egy papírt, egy lajstromot, nevekkel, Isten dicsősége, erre van, hogy semmi. Bizonyára tépjük a magat. Ne tudja, hogy a jobb kezet úgy cselekszik a magat. Kiskor legyen a feladomány. Kiskor legyen. És itt olvasom arról, hogy miért bőtölünk, mondják, ha te nem látod meg, miért gyökölünk belkünket, ha nem akasztodni róla. Miért gyökölünk? Hiába olyanságnak tartják, mert azt hiszik, hogy Isten mindjárt válaszol arra, bőtölünk, hogy az imádságban. Istennek mindennek rendelt ideje van. Hogy mondjam el testvérek, hogy Istennek nincsen meg nem hallgatott imádság, még csak teljesítetlen imádság van, amit nem teljesít. Miért? Mert az nem választunk a jogunkat. Ugyanez kedves testvérek, mint ahogy a szülő, az éves borotvát nem igen adja oda, a másfél éves gyermekének a kezébe, vagy egy nagyon kisebb, igaz? Akár is toporzítod, akkor sem fogja adni a kezébe. Mert kárt tenni, kárára lenni neki. És te jobban tudja, hogy mi jön neki. Sokkal jobban tudja. És amit
ismertem valakit, akiről tudtam, hogy haragszik valakire már évek óta. De a diátyánkot azt mindig mondja, és meg is mondta neki, nem tudja, hogy akkor mindig átkot érsz a saját fejedre. Hát akkor nem fog mondok átni neki Istennek, és nem tudom. Úgy bocsánatban mi is megbocsátunk az elleni Péter. Saját fejedre kérdez az átkot. Akkor Thank you.
mindenkinek pedig kötelességünknek e bizalomban élni. Az Úr Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. Sőt, még ezt is megmerem kockáztatni, hogy azt mondom, hogy még meg is szigorítsa a törvényt. Mert azt mondja, hogy az Úr Jézus is hallottátok, hogy megmondatok a régieknek, hogy ne lőj. Én pedig azt mondom nektek, ha valaki haragszik az ő fel a barátjára, már egy kétpont az ő szívében. Ugyanazt a jutalmat fogja kapni, idézőjelben jutalmat, mint az, aki többször gyilkos. Mert Istennél nincsen olyan kisbűn, még nagybűn. Meg kegyes hazugság. És a többi mondhatnám. Nincs. A másik pedig az, amikor hallottátok, hogy megmondjátok, hogy ne parázsálkodjátok. Ha valaki kívánságnak okálja, azt önre tekint, már végtelt az ő szívében. Már végtelt. Mert honnan így gyúr ki a bűn? Kezdetben ugyanis történt. Megkívánta Éva, mert kívánatot az ember a gyümölcs. Szándékosan nem almát mondta, mert ez volt benne a Bibliában. Csak ezt az emberek találták ki dolgozni. Tehát megkívánta. Azt mondja, hogy igaz, a kívánság, megfogalmazán bűnszűn, amit látok. Vagy ilyen az irigység például. Amikor irigykedünk a másik, hogy önnek jobban menjen dolgozni. És azt se tudjuk, hogy miből van az a vagyon, amiből olyan jól megyek dolgozni. Nem tudjuk. Természetes dolog, hogy Isten nem azt akarja, hogy most már mindenki fordult legyen, aki önkövetés személy legyen. Igen, ám, de van egy kedves igény nekem, ami végig kísért egész szívőjeletemen, hogy Isten szerelmeseinek álmába is a nevezet. És hogy mennyire szeret engem az Isten, ezt tudom. Mindig adok annyit, amire szükségem van. Nem is volt, és nem is igényelt bankszámlán, de nincs a szükségem, nincs arra szükségem. Nem azt mondom, hogy elégyen bankszámlán, mert legyen, ha van neki, hát ilyen tudom, hogy legyen. De mindig azt mondtam, hogy senki nem viszi magával a takarékpénzt. Egyik nagyon gazdag ember, mikor meghalt, helyzetben mielőtt meghalt, azt mondta, hogy a koporsó két oldalán, ahol a keze van, várjanak nyilvást, ezt mind a két kezét kivették. Azt kérdezik, hogy miért? Azt rásság, hogy semmi sem viszett magunknak, pedig kompától. Azt mondja, az oltári, hogy sem szegénységet, sem gazdagságot mondhatok. Mert egyik sem jó, mind a kettő páros az ember számára. Hogy lehetünk bizakodni a gazdag ember? Tudjuk, hogy én boldognak kevezni, ez igen. Egy év ide a lényelken, hosszú ide a lényeg, jól érdem a kertébe. Tehát azt gondolja, hogy hosszú ide, aztán boldog, hogy eltérik a lelkedet, így
úgy hívják ezt, hogy örökké. Milyen sok veszélelmet okozott valamikor nem tudnak az örököket megegyezni. A vagyonon. Igen. Nem veszélelmet. De aki lelki dolgokat hagyhatsz a magán, maga után. Lelki dolgokat. Azt, hogy megismerheti a gyermekeivel. Az Úr Jézus Krisztus képes, amit ő megszerzett az örökké valóságot, az örök életet, és azt viszik magukkal, az életbe. Többet kér, mint hogy halottát ajándékozzanak ki ajándékba, más ajándékba. És hogyha megpróbálja a becsület megnevelni, figyelmeket. Emlékszünk vissza, hogy elég sokat voltam távol gyerekkoromban, hiszen már még általános iskolában is beálló voltam, meg kollégista voltam, és akkor katonának is mentem, akkor is én sem már mindig azzal küldött el. Kisfiam, a hírt hamarabb haza még jövődni kell. Igazán azt szereti a saját gyermekét, aki lelki ajándékokat tudnak jelni. Lelki ajándékok, a lelkieknek gazdagítja meg őket. Azt mondja, hogy ha nem jársz a te kedvszeréseid után, a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napján gyönyörűségesnek hívod, és a szent jó napján dicsőségesnek. Korunknak a vívmánya okozta nekem az én kapásomat. Az akkori modern vívmán. Az úgynevezett kocka, az akárba televízió. Még akkoriban, ugye, csak két televízió volt a faluban, egyik az iskolában, másik még egy szerelőben volt, tulajdonában, iskolában volt egy televízió, és felépeltem a faluban. Volt úgy, hogy szolgálatból mentem haza, akkor nem haza mentem, hanem egyenlő iskolába mentem, és majd onnan, amikor vége volt a filmet, akkor mentem haza. Utána jöttöztem, itt így pedig a televízió, a napon volt, és akkor egy jó filmet volt a délni, Kocsai világbajnokság, nagyon szerettem élni, és hát nem nekem a délőt a tempóba. Hát a délőt a nem. Így fokozatosan, fokozatosan tudta sátán leszoktatni,
És akkor csinálta a bálványai kacit. Ez a te Istenem. Ez volt egy kicsényen egy utóban. Nem ezt mondjuk a témában is. Csinálják a bálványokat. És zelányokolnak hozzá. Mennek, millió. És csodálkozunk, hogy Istennek a haragjani nem tudtad elmondani a kényel. Meg kell ti azt is, amiket te tizelel. Hogy elmúlt szólt őket, hát fel eszkendeljük, igaz? Mert én kent valaki is elromboltatta, mert a falat is, falakat is, ilyen várom falat. Elromboltatta mindig. Meg kell ti ott is. De hogy énekeljük is, hogy csak az Úrnak nagy kegyelme. Hogy még nincsen végül. Csak az Úrnak nagy kegyelme. És kertünk okvánunk is. Például a migráció ellen. Vetünk minket, nem el utcónak, hanem a Jézus utca értsen azokat, akik vagyok. Aki által Isten meg akarja felékeni ezt a magát, keresztjének való nemzetét, népet, Európát. Ne kimarkozni érte, de hozzád érteni azt is, amit az Úr Jézus mondott, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy történt. Drága Úr Jézus Istennek báránya, köszönjük te néked, hogy te megszántad az embernek az estét, és amikor eljött az időnek a teljesség, akkor azt mondtad az atyának, hogy itt vagyok én, minden embernek. Vállaltad, láthatom báránként, hogy az áldozatot ott a bogokai keresztény, az oltáron, hogy meghalljál értünk, miért értünk. Mert véres áldozatékünk nincsen bűnbocsánat. Köszönjük te neked, hogy úgy jövő már nem követeljed meg az áldozatot, a véres áldozatot. Hálálkodok te neked egyéb esetem, hogy ott is ezen az esténységre értünk, ilyetként is készülhetünk. Oda a kegyelem azt találod, amikor emlékezhetünk a te halálodra és feltámadásra. Köszönjük, hogy te nem maradtál ott a sírban, hanem eltámadtál és felmentél az atyához. Lesz szükségünk arra, hogy te közbözállást az oldal. Kényülj meg ezen a bűn és nem régéken. Elsősorban rajta Uram. Köszönjük pedig, hogy így lehetek az életedet közösségébe. Te csak kérjél, kérjél, tőlé a haramszavát, Uram. Hogy akiket én szeretném látni, azok bennünk otthon maradni, hanem éljenek és hallják az igét, mert itt hallásból van. És kerősíteni a tagadani az utunkat, Uram. Mert tudjuk, hogy eljön majd ez az idő, és az közel van, amikor majd elvégezik. Amikor az emberek napkeltő napnyugatra vándorolnak, hogy hallják az igét, de már nem lesz. Könyörülj meg őtünk, Istenem. Könyörülj meg szívától, gyülekezettel is, adj éledét. Így viszi teljén van, meg is meg el van léved azt, hogy valakonokat is van. Tálnak a szolgálnak a szolgálatait, és adj, aki éledést történik. Ez